Miénk 7-1-es győzelmet arattunk a Bátaszék otthonában, ezzel tovább jutottunk a kupa következő körébe. Te hogy látod, mennyire volt nehéz ez a találkozó számotokra? Hát minden meccsről nehéz, és hogy kezdünk, tudod, a Magyar Kupa, amikor van ilyen meccs, első, amikor nem rúgtuk rá első gól, nehéz, de utána 2-3 gól után, utána könnyű, meg lehet, hogy elfáradt picit az ellenfél. De jó kis meccs volt, és boldog vagyunk, hogy tudunk nyerni. A talaj mennyire elnehezítette meg a dolgotokat, hiszen láttuk, hogy a gyep azért nem olyan, mint mondjuk a mi stadionunkban. Hát nem könnyű, de nehéz pálya, de ilyen a foci, amikor játszik, hogy mondom, ilyen ellenfél, meg hogy nehéz, de azért mi profi focista is tudunk csinálni a dolgunk. Nagyon jól ment neked a játék, hiszen 2 góllal járultál hozzá a győzelemhez, ráadásul az első gólod volt az MTK színeiben. Mit jelent ez számodra, mennyire tesz boldoggá, hogy sikerült végre betalálni a klubunkban? Hát nem csak az első gól MTK-ra, első gól a karrierem volt, és nagyon boldog vagyok, hogy tudok rúgni gól sok hét után, és remélem tudok folytani így. Sűrű hét zajlik számunkra, hiszen vasárnap az Újpest ellen lépünk pályára. Mire számítasz attól a mérkőzéstől? Mi kell ahhoz a csapatunktól, hogy 3 ponttal zárjuk azt a találkozót? Hát mindig a Újpest, a erős ellenfel, bármi kemény kell csinálni, és lesz, mondom, 3 edzés előtt, és meglátjuk, milyen taktika lesz az edző, és remélem tudom nyerni.